Sziasztok ismét! Most éppen nem Scam lesz. Egy olyan játékot akarok most bemutatni, amit már nagyon régóta akartam, és nagyon régen játszottam is vele, amikor még kevésbé volt, nem is tudom, hogy mondjam, lakott az egész játék. Tehát akkor tényleg tök egyedül voltál benne, és úgy is érezted, hogy tényleg tök egyedül vagy benne. Nem volt ennyi gépi... Ja, nem is játékos igazából, nem volt ennyi NPC benne. Nem volt ennyi élet benne. Beállítom szépen a chatet magamnak, itt lássam. Ó, szuper. Egyébként annyit érdemes még tudni erről a játékról, hogy például a zenéje az véletlenszerű. Teljesen. Tehát most, amit hallunk, azt egy gép rakta össze teljesen véletlenszerűen, ha jól tudom, és nem ismétlődik talán, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idő után. Nem tudom, lehet egyébként hallani a zenét. Halljátok-e, vagy? Elég hangos, elég halk. Ha esetleg erről tudnátok a visszajelzést adni, akkor az tök jó lenne. Mert amit lerakom tálcára, nekem egyből megszűnik a hang. Szóval valaki? Hallani, szuper. Mikrofon hangja jó? A zenéhez képest, hogy... Vagy túl hangos, túl halk valamelyik? Én most fogom először csinálni, azért kérdem, mert az elején nehogy úgy járjak, mint egyszer, amikor... Jó, szuper, köszönöm Nimrod. Egyszer úgy jártam, hogy egy fél órát úgy streameltem, hogy semmi nem lehet az égvilágon hallani az egész dologból. Hát kezdjünk egy új dolgot. Hát ezt még soha nem próbáltam. Kreatív az gyakorlatilag... sebződés, hogy minden nélkül tudsz felfedezni dolgokat, mindenet megvan, azt inkább nem. Permadec, hát... nem akarok úgy játszani, hogyha véletlenül leesek valahonnan és meghalok, akkor az összes mentésemet letörli a játék. Túlélős, ahol nehezebb, kevesebb dolgot tudsz elvinni magaddal, stb. És hát a végtelen kaland ugye a normál, azon is fogom most elkezdeni. És arról szól, hogy ez egész játék talán, nem is tudom, hogy játék nevezzem igazából, hanem csak egy ilyen kis utazás. Hogy vagy egy valakivel, vagy valamivel, akinek... Hát a régen úgy volt, hogy lezuhan az űrhajóra egy tök ismeretlen hely, és azt tudtad, hogy ki vagy, mi vagy, hogy kerültél te oda. És hát akkor... kezdjünk bele. Most inicializálja a ruháját. Például a life supportot. Pajzsot. Most kerülünk fel egy tök ismeretlen helyen. És nem tudjuk, hogy mi van. A szkenner az megsérült, vagy meg... sebződött, azt javítani kell. Van egy jetpack a hátunkon, az elméletileg működik. Van egy ilyen kis multitool-szerű cuccunk, ez...
legjobb, hogy használni mindenféle jó dolgokra. És itt vagyunk ezen a fura nevű bolygón, és mi vagyunk az elsők, akik valaha ide belepték a lábukat, és ez tényleg így van, tehát ez ilyen végtelen nagy galaxis az egész. Ja, hát igen, ez tök jó. Az a helyzet, hogy mérgező légkör ennek a bolygónak, és nem fog sokáig kitartani ez a létfenntartó rendszerünk. Ugye szódiumot kell találni. Először feléd azt, hogy meg tudjam javítani a szkennert. Feléd azt... Például innen. Hetvenöt dologra van szükség. Elég gyorsan fogy ez a létfeltartó rendszer. Jó, akkor most nagyon gyorsan megjavítjuk azt a szkennert. Mondtam egy tabot, és nem ez kellett volna, balegérgomb. És javítás. Most szkennelünk egyet igen gyorsan. Hát olyan sok minden nem talált. Hidrogén kristály. Szódium. Hát egy szódiumban gazdag növény. És ezzel elméletileg újra tudjuk tölteni ezt a védelmet, ami megóv minket. Jó, hát félig töltötte. Úgyhogy ilyet még találni kéne. Találtunk egy ilyen automata vész jelzést. Ó, oda nem kéne beesni. Jetpackra egyébként... Hát onnan nem hiszem, hogy ki tudnék jönni. De... tud segíteni mászásban. Hogyha esetleg esnénk valahonnan, akkor mielőtt leérkezünk, be lehet kapcsolni, és akkor úgy csillapítja a becsapódást. Ó, ez micsoda. Jó néz ki. Navigációs adat. Fogalmam sincs mire jó, de egy nagyon szép úgy összele. Micsoda élőlények. De igen, és minden bolygón az élőlények is teljesen véletlenszerűek. Meg véletlenszerűen vannak úgymond összerakva. Jó, elméletileg ebben a... Elméletileg végtelen nagy... rendszerben nincs kéregyforma bolygó. Aki vagy. Az jó. Elfogadjuk ezt a tudást. Hát talán tanultunk egy új szót. Egy idegen nyelven. Igen, igen, az... Hogy az a védelem? Szerencsére a szkennert azt megjavítottuk, és így már... Ó, ott is van kis növény.
És ezt már töltöm is bele. Ott egy űrhajó. Az igen. Nagyon furán kerültek ki. Micsoda ilyen növények, vagy nem is tudom, mik lennek ezek. Ott van valami épület. Itt pedig egy űrhajó. Eléggé hegesztített teteje, úgyhogy... Úgyhogy az nem hiszem, hogy jó az. Jó, az indító fúvókák azok offline. Hát, a pózus meghajtó offline. Itt a kisfeltlen világba találom magam egyedül, felszerelés nélkül, veszélyben. Nincs memóriám, vagy nincs emlékem arról, hogy hogy kerültem ide. De úgy tűnik, a hajó felismert engem. Az irányító dolgozok reagálnak, és még halott sem vagyok. Na mi legyen, Connect Access, do it. Nézzük meg a szalagot, hátra van valami. Jó. Jó, hát ezek a dolgok kellnek ahhoz, hogy megjavítsuk ezt a Pulse Engine-t, amivel úgy látom, hogy akár ki tudnánk menni a űrbe is. Kell egy ilyen metal plating és egy hermetikus zár. Oké. Onnan. Tehát az jó, hogyha beszállok a hajóba, akkor feltölti ezt a pajzsomat, vagy nem is tudom ezt, ami megvéd a dologtól. Találom egy kis karbont, hurrá, hurrá! Ez nem tudom mire, átrakom a hajóba. Nem engedi? Nem engedi? De. Néhány nanitot találtam. Jó lesz még az valamire. Szódonitrát. Atlasz passz egy. Szükséges, hogy kinyissam ezt a kis valamit. És ez nem valamilyen hülyeség, hogy ilyen... Mint az ilyen egyéb játékokban, ilyen meg kell venned valamit. Úgy emlékszem, hogy ezt itt találni lehet. És hát ha szerencsétlen megtartanám, akkor soha nem talál. Hát, lehagyjuk ezt a jelet. Ennyi. Ez jó. Mi van még itt? Na jó, azt írja, hogy ezt a metal platinget úgy tudom megcsinálni, hogyha gyűjtök még ilyen
vasport. Ez pedig az ilyen kis kövekből erre. És 50 kell hozzá, igaz pontosan. Nagyjából kiírja, hogy milyen elemeket tartalmaz a dolog. Most karbonból nem kell. Hát a növényeket tetszelem, mert úgy látom, hogy az hasznosak tudnak lenni. Szép valami. Jaj. Nem mérgező, nem lehet. Jaj. El kell innen gyorsan spurizni, mert ez igencsak nem mérgez. Szóval gyűjtsünk még ilyen fejlidasztot. Meg is van 50. És craftolnunk kéne a tab. És kiválasztunk egy slotot. És. Balegérgombbal tudunk craftolni. Itt is van. Hát akkor ezt lecraftoltuk. Akkor mi kell még abba? Kell egy olyan, hogy Hermetic Seal. De ez... hogy lehet craftolni? Megjavítanám, csak nem tudom, hogy. És ide mikor? Pure Ferrit Dust. Vagy Pure Ferrit, hát azt nem tudom honnan. Kéne. Jó, még nálunk. Multitool. Én viszont tudok egy pár dolgot még felrakni. Analízis, vizor, ami lövöldéssel kapcsolatos, személyes pajzs. Carbon nanotubes kell hozzá. Azt pedig, mintha láttam volna valahol. Hát itt van, tudok craftolni. Kell még hozzá egy darab carbon. Szóval... itt egy kis carbon. Jó, hát itt túl. És van egy ilyen valami, amivel tudok így szépen messzire nézelődni. És így ki is elemzi a ráviszonlegelet. Meg nem? Szóval van egy ilyenünk. Vissza is rögök egy kis a hajóba. Feltöltődjön az a pajzs. Elmerik szél. Hát tudom, hogy az kell, de... na. Lehet a hajótól segítség kérni, hogy hozzá lepőjött. Kell egy ilyen planetári csárta, amit a Distress Beacon cache-ben találok. Oké.
Én megvárom azt, hogy feltöltődjön. Jó. Ennél, mintha már lettem volna egyszer. Jó. Én is kaptam ezt a szükséges dolgot. És. Oké. Oda mutat. Na jó, akkor ezt gyorsan meg kell járni oda. És találni kell még abból a kis növénykéből is. Ami jól feltölti nekem ezt a pajzsot. Jó. Ez 30 egységre van. Ó, az kell még egy jó vihar. Hány egység még? Még 600, hát az nem messze lesz így. Odáig kéne eljutni. Jó, szerintem a vihar fog hamarabb ide érni. Ó, ez mi? Mi valamire jó lesz. Ó, itt a vihar. Elég durván tolja lefelé ezt a védelmet. Valamilyen outpostot, ahogy értem el. Hát rá kell töltenem egyszer. Így nem fogok odaérni. Még mégis. Ó, pont be fogok érni. Univerzális nyelv adatbázis. Tanuljunk egy szót. Tanultunk egy új szót. Azt egy darab Helmetic Shield, amire szükségünk volt. Na, vihar is kezd elmúlni. Bukkantok még ebbe is mellette. Hát ez üres.
A jó, innen idő üzemanyag. Oké. Okay. Ott a hajóm, 9 egységre. Mi van még itt, ami érdekeset? Például ott egy bolygó gyűrűvel. Vagy szép. Szkennelés növény. És így kiír róla mindenféle dolgokat. Hát menjék a jóhoz. Oké. Okay. Lejszupport, az 50%-a lement közbe. Jó, van ezt is hogy feltölteni. Kicsit, mi kell hozzá. Oxigén, mi más? Így már jobban néz ki. Te vagy. Hello. És nem ilyen élőhény, ilyen barátságos. Hát nem lök olyan hatalmas tövölcsettek. De lehet majd fejleszteni mindent a későbbiekbe. Még a legelén játszottam vele úgy. Úgy rendesen. Aztán meglett erre az akkontra is. Hát akkor más volt azért. Most rá se ismerek némelyik elemre, hogy ez mire jó. Milyen fura növények, meg minden, ott egy hajó, két hajó. Szív. Az indító fúvókákat kell még valahogy rendbe rakni. Purifier-t kell hozzá. Építsek egy portéből egy hordozható finomítót. Oké.
és abba kell berakni ezt a fairy dustot. Hát oké. Okay. Legyen úgy. És ezt hogy tudom lerakni? Hogy tudom megcraftolni? Nem biztos, hogy nem. Ypsilon? Ah, Ypsilon. Hát, akkor legyen mondjuk. Ja, hogy kell hozzá, ez is egy metal plating, és oxigén is. Nem ez egyszerű. Hol keresünk oxigént? Ott van valami. Kedves növény. De hol lehet, ami oxigént ad? Itt van valahol. Piros növény kell. Jó. Arra fel is lesz. Ó, de csak. Még eljöttem ilyen messzire. Rengeteg oxigén van. Kell még azt hiszem, hogy oxigén az megvan, és a metal plating, ahhoz pedig kell egy jó pár ilyen kis kavics. De átváltam én ezt a felsőnyedőtre, mert így elég fura. Cool.
Jó, ennyi elég neki, hogy legyen. Szóval, metal plating megvan. Oxigén megvan. És most kell a finomító. Jó, hát ezt lepakoltam. És akkor ezt csinálj, mert a... Fairy Dustból... Jól felített. És abból mennyi kell? 50, hát... Akkor mondom, legalább annyi Fairy Dust is kell. Ó, megköszönjük le. Még az több, mint elég. Elég 50. Ez meg van. Miért nem vettem ki belőle? Jó. Ezt el kell raknom valahova. Nem értem. Hát, oké. Okay. Mindenünk megvan. Ezt felveszem, mert úgy látom fel lehet. Ez nem tudom, mire jó. Viszont azt tudom, ezeket már fel kell tölteni. Ja, az fel is volt. És a live supportot is. Szigennel. Na, alakul ez. Nézzük, mit tud ez a hajó, ha enged felszállni. Hát, felszállt. Fura hangja van. Ó, ez mi? Lehet, hogy a fényezést egy kicsit meghúzta. Oké. Okay. Valószínűleg nem is tudok szállni. Szerintem összetöröm.
lesz valami. Hát, érdekes elkörülés. Szerintem. Úgy szép szellegény. Okay. Hát ez sokkal jobb, mint ami nekem van. Egy miről 5000-be kerül. Szuper! Nekem van eddig 56 ezerem, hogyha beadom még azt is, ami most van. Úgyhogy ez itt marad. Mi van még itt? Nem lehet tanulni a szót. Ezt a két szót ismerem mindig. Nézzük, miket lehet itt megvenni. Ó, mindent is csak. Csak nem nagyon van miből. Mit tudok eladni? Ezt nem is lenne rossz eladni. 20 ezer kb. Most nem veszek semmit. De volt még valami blueprintek is. Jó, van tudni összes szót. Igen, itt egy kis azért lehet fejleszteni, lehetne. Fejlett ilyen bányász lézer. Akkor hát úgy lehet ezt érdemes lenne esetleg. Egyőre nem. Igen. Az jó. Hát most mi legyen neki? A mining beamet mivel lehet feltölteni? Karbonon nem hiszem.
szólium. Hát nem ez kellett volna neki szerintem. Meg lehet volna még egyszer. Hát nem. Meg is nézem, mire lehet feltölteni ezt a multitoolt. Carbon. Szíves. Ezt kellett volna neki adni. De volt itt még valami, ezt nem is néztem meg. Navigációs adatok, hogy minden jó van. Galactic Trade Terminal. Hát veletek sok mindent, nézzük, hogy el tudok-e adni valamit. De elég értékes. Úgyhogy lehet inkább el sem adom. Valamilyen dropodnak a koordinátait tartalmazza. Hát, lehet, hogy meg is nézem azt, ha nálam van. Signal booster. Hát igen, azt jól nem így megtalálni. De olyan, ami nincs. Ez is fel kell tölteni valahogy. Charge. Mert másképp nem fog tudni elindulni. Tritium. Csak a felhő szintje, menjünk fel. Elugrik be, azt vagyok. Shift-et rá boostolni. Okay. You remember those pieces.
hogy az is sem van. Szoktam valami koordinátát. Lehet ilyet is. Kíváncsi lennék erre valamire. Mi lehet ez? Van az valami két ezettsége. Oké. Ja, és itt nincs, úgy látom, ilyen mérgező eső. Kujabb szó. Na, ő szólt, megtanultam. És most? Ez ide kellett jönnöm. Ennyi. Dekordoljuk a szignált. Gyert. Bőr ott lévő számítógép. Ok.
Oké. Jó, hát ez remetreg. Tudom a földet így bontani. Kell hozzá kettő darab. Na, az pedig 100 darab karbont jelent. Tudok ráváltani. Ó. Oh. Elég nagy a szó. Itt van elásva. Kéne egy kis eszet. Hopper deposit, ott is van. Kobold. Felült. Hopper. Jó. Most már megérzett szállt.